A Nemzeti Tehetségprogram keretében szinte minden, szinte minden című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi úti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás támogatás kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása című NTP kötőjel OTKB kötőjel 19 008 pályázati azonosító számon szereplő, szinte minden, szinte minden elnevezésű nyertes pályázat 2019. október és 2020. december között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Ovoda Kinizsi úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 800 ezer forint. A pályázati programon az óvoda Zöldi Kék természeti tehetség műhelye vett részt 10 gyermekkel, Migácsné Erdei Gyöngyi tehetséggondozó óvoda pedagógus vezetésével. A 30 órás program célja a színelmélet feldolgozása mentén komplex gyermeki látásmód fejlesztése, környezeti tapasztalatok felfedezések által ismeretbővítés megvalósítása, a természethez való érzelmi viszonyulás erősítése. Városunk környezeti értékei mellett, vidékünk jellegzetes növény- és állatvilágának felfedezése. A gyermekeink szociális hátrányaiból adódó élmény gazdag természet közeli játékban és valós környezetben közvetlen tapasztalatok útján szereznek ismereteket csodálatos színes világunkban. Együttműködő partnereink által valós környezeti tapasztalatokkal, értékekkel gazdagodnak ismereteink élménycentrikus, interaktív játékos kísérletekben vettek részt a Kovács Tehetségpont fizikai szakörének óvodáiban. Óvodán kívül a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár Gyermekkönyvtárában pedagógiai foglalkozás aktív játékosai voltak a gyermekek. A György István Nagykun Múzeumban elődeink népéletének tárgyi eszközeit ismerték meg alaposabban. A Tisza menti regionális vízműveknél a karcak Tehetségit hulladékgazdálkodási közszolgáltató hulladékfeldolgozójában tett látogatást a környezet védelmére irányította a figyelmünket. Élményszerző és lazító programokon vettünk részt, ahol természetközeli élményekkel gazdagodtak a gyermekek. Kirándultunk a Hortobányra, Tiszaörvénybe, a Tiszairák Tanösvényre, Tiszai Garra, az Arborétumra, Poroszlóra, az ökocentrumba a vidékünk élővilágával, a környezetünk értékeivel való közvetlen ismerkedés mellett erősödött közösségi érzésünk is. Felejthetetlen érményeket biztosítottak.